Sok szeretettel üdvözlöm Szabó István filmrendezőt a brüsszeli Liszt Intézetben. Tegnap este volt a Cinematekben a Mephisto vetítése. Ebből az alkalomból a nézők egy beszélgetést hallhattak önnel a filmet megelőzően, ahol elhangzott, hogy mit jelent önnek a film. Erre lennék én most itt kíváncsi. Arról beszéltem, hogy milyen fontos számomra az emberi arc, az élő emberi arc, a megszülető gondolatok, a megszülető érzelmek tekintete, ami érzelmek, amelyek a néző előtt születnek meg, és változnak meg más érzelemé. Ezt semmilyen más művészeti kifejezési eszköz nem tudja megmutatni. Lehet, hogy sokan most a színházra gondolnak, de a színházban még az elsősorban ülő nézők is elég messze ülnek ahhoz, hogy lássák, hogy mi az, ami az ember tekintetében megjelenik. És ezt egyedül a film tudja, a tekintet fényét, a tekintet melegségét. Tosszának van egy fantasztikus műve, az a cím, hogy Feltámadás, és ebben van egy jelenet, amelyben leírja Tolstoy, hogy két testvér találkozik, hogy vagy, rég láttalak, lefogytál, te meg egy kicsit meghisztál. Ezek voltak a szavak. Aztán nézik egymást, és a tekintetek mondanak el mindent, amelyet nem lehet megfogalmazni, amit nem lehet leírni. A tekintetek, amelyek ennek a két testvérnek az érzelmeit, az egymással kapcsolatos érzelmeit és gondolatait elmesélik. No, ezt tudja a film, ahogy két szereplő egymásra néz. A 120 év, a 120 éves magyar filmtörténetben mik ezek az emblematikus tekintetek az ön számára? Nagyon sok olyan magyar film van, amelyből ki tudnék emelni egy-egy arcot és egy-egy tekintetet. Fantasztikus színészeink vannak, akik képviselni tudják azokat a gondolatokat és érzelmeket, amelyek Magyarországon foglalkoztatják az embereket. De ha így kérdez, akkor én elsősorban Törőcsik Mari arcáról beszélnék, aki a főhinta főszereplője. Ez a film nagyon fontos számomra. Elsősorban azért, mert lehet, hogy ennek a filmnek köszönhetem, hogy filmmel kezdtem foglalkozni, annyira csodáltam ezt a filmet iskolás koromban. De aztán nemrég hallottam egy beszélgetést. A francia televízió a film 100. születésnapjára, tehát 1895. december 28-án mutattak le először filmet a Lumière testvérek a Bullandi Kepüsszinti 14-es számú házban. Már ennek a 100. évfordulójára, 1998-ban a francia televízióban megkérdezték azokat a szellemi értékeket képviselő embereket, hogy mit gondolnak a filmről, akik akkor Franciaországban éltek, és többek között a francia köztársasági elnököt is, ha jól emlékszem, hogy a elnököt, aki sétált az Elizé palota kertjében, és arra a kérdésre, hogy mit jelent számára a film, azt mondta, hogy ő igazán nem tud válaszolni, mert ő nem szakember. De ha ezt kérdezik tőle, hogy mi a film, akkor egy lány arca jut eszébe, aki egy falusi körhintán repül, nevet, hátra mosolyog egy fiúra, kiállt neki valamit, és nevet, és repül. Ő nem tudja, ki ez a színésznő, nem tudja, milyen országból jött a film, nem tudja, ki a filmnek a rendezője, ő csak azt tudja, hogy ez a nevető lány arc számára a film. Ennyit a körhintáról, és Törőcsik Mariról. Ugye a körhinta Cannes-ban aranypálma díjat kapott, nem véletlenül választottuk a kiállítást, tehát a 120 év magyar filmtörténete bemutató kiállítás
húzó arcává ezt az arcot, ezt az emblematikus, felszabadul, gyönyörű női arcot, ami valóban nagyon szépen tükrözi azt, amit most Szabó István nekünk elmondott. Nem csak azt szeretném megköszönni Szabó Istvánnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és részt vett a vetítésen, hanem az elmúlt 24 órát, hogy velünk töltötte, hogy gyakorlatilag... Én köszönöm meg, hogy ilyen kedvesek voltak, és megmutatták ezt a valóban gyönyörű várost a fantasztikus építészetével, és így külön felhívták a figyelmemet, még mozaikokra is, és kaputíszítésekre is, és ez nagyon szép volt ez a nap. Ez számunkra is egy csodálatos nap volt. Tehát mindenen túlmutató, nem csak a személyes találkozás adta, történetekkel tűzdelt városnézésre gondolok, vagy a tegnapi vacsorára, vagy a különböző helyekre történő sétákra, hanem azt, hogy percről perce, óráról órára megismerhettük, egyre közelebb kerültünk önhez, és egy kicsit más szemmel néztük így már tegnap este a Mephistót. Nem a rendező szemével, hanem az ember szemével tudtuk nézni. Nagyon-nagyon köszönjük. Én köszönöm a kívást.